Ebben a videóban egy bárki által kipróbálható Red Hat Linux labort fogok bemutatni. A labor gyakorlatot bárki regisztráció nélkül elvégezheti, az elérhetőségét a leírásban megadom. Ez a gyakorlat a konténer készítésről fog szólni. El is kezdem. Megnyitom a Red Hat Developernek a oldalát. Ebben a sorozatban a negyedik, illetve bocsánat, az ötödik feladat, ami erről szól create images with bildach. Elindítom a workshopot a launch resource gomb megnyomásával. És kapunk egy rövid leírást, hogy miről fog szólni ez a workshop feladat, ugye? Egy kicsit a konténerekbe való bevezetésről, hát most én ezt nem fogom elmondani, vagy nem szeretném Ádámtól, Évától elmondani, az a lényeg, hogy az utóbbi jó néhány évben már rendkívül népszerűségre tettek szert a konténerek, ugye csomó előnyük van, az új típusú feladatok el kerültek aztán be az adminisztrátoroknak az életébe, maga a konténernek a fő pionírja igazából a docker volt, és sokan magát a kontineres világot azt egy -az egyben a dockerrel kezdték el azonosítani, illetve azzal azonosították. Sokan megijednek akkor, hogyha a kontiner kellene használni, és nincs a rendszeren docker, de igazából már a Red Hat ban is a, a docker helyett egy másik túlkészlet volt használva, ez a Podman bildak triumvirátusnak szoktam én mondani. Ezekkel helyettesítették a, a dockernek a funkcióit, és igazából a mai napon ezzel fogunk foglalkozni a build Dokker Docker-kompatibilis konténereket készít, ez is, illetve talán ez hogy docker-kompatibilis nem is olyan jó szó, mert mond, igazából oci kompatibiliset kellene, hogy mondjak, így szépen magyarosan kiejtve ez az Open Container Initiative-nek sok cég részese, és a mai modern túlok -ok, azok ilyen konténereket készítenek, amelyek oci kompatibilisek, tehát ilyet a Bildak, a Docker, és esetleg más túlok -ok is. Ezek lesznek itt a mai workshopban a feladatok. Ugye komplikáltnak tűnik, végigmenve annyira nem is biztos, hogy az lesz, és aki, aki esetleg komplikátnak találja, nyilván többször is végig mehet aztán utána ugyanezen a, a workshopon. Tehát készíteni fogunk konténert meglévő image-ből, e, aztán megvizsgáljuk azt a konténert, és utána pedig e, scratch is, vagy hát úgymond a, a nulláról építve is építünk egy konténert, amiben aztán bele tesszük a mi kis applikációnkat, és utána indítjuk, és ellenőrizzük azt is. Tehát igazából két konténer lesz amit készíteni fogunk az egyiket meglévő image-ből, a másikat pedig nulláról fogjuk fölépíteni ennek a workshopnak a keretében. Itt van egy kis leírás, ugye ezeket el lehet, el lehet olvasni, illetve érdemes is elolvasni. Ugye itt uh, írja, hogy két perccel múlva fogja legenerálni körülbelül ezt a környezetet addig megállítom ezt a videót, és akkor fogom újraindítani a felvételt, hogyha elkészült maga a környezet. Közben elkészült a környezet, úgyhogy be lehet lépni a Start gomb megnyomásával, és itt is 50 percig fog működni ez a, ez a környezet, úgyhogy erre érdemes odafigyelni. És itt látható, hogy itt nem csak terminál van, hanem már van egy redhet webkonzol is, de ha jól emlékszem, ez a, ez a workshop nem fogja használni a web konzolt. De majd, majd meglátom, úgyhogy ezt is fölnagyítom egy kicsit, hogy jobban, jobban lehessen látni, hogyha sikerül. Igen, valami elkapta az előbb a az és nem engedett nagyítani, de sikerült felnagyítani. Eh, Hogy beszéltem már itt a kontinerekről az előbb, Bildachot fogunk használni. Van a redhetnek egy úgynevezett Universal Base image -e, vagy más néven UBI, vagy Ubinak lehet magyarul olvasni, van, van a redhetnál róla letölthető könyv is, illetve blogposztok is nyilván vannak róla. A Red Hat javasolja azt, hogy aki, aki applikációt csomagol konténerbe, az használja ezt a Universal Base et ezért külön nem kell fizetni. Akárhány példányba akarja, akarja, valaki futatni, ebből is van már kicsi, nagy, ugyanúgy néhány naponta megjelennek benne a biztonsági frissítések, illetve a bugfixek, úgyhogy érdemes ezt emi, emiatt használni, hogy, hogy megmaradjon a, esetleg a konténernek a frissíthetősége, vagy az update-elhetősége. Úgyhogy ez egy, ez egy jó, jó lehetőség. ahhoz, hogy, hogy az ember építsen egy, építsen egy ilyen konténert, vagy elkezdje letölteni, akkor először létrehoz egy átmeneti, vagy temporári konténert. A bildak parancs az a konténer építésére szolgál, és akkor a, a, majd fogjuk még használni ebben a workshopban a podment a konténereknek a, a, futtatására. De most igazából erre koncentrálva ez letölt egy, egy konténert erről a kontén konténer registry oldalról, és ez a Universal, Universal Base Image 9-es változata lesz. Akkor szépen csatlakozik rá, és ez néhány perc alatt ugye a hálózati sebességtől is függ, e, nem kell semmilyen kreditenssel ahhoz, hogy, e, hogy valaki ezt a regisztrit, konténer regisztrit tudja használni, ez egy nyilvános e, regisztri, el is készült, el is készült egy e, UBI Init Working Container nevű, konténer, amit aztán használva e, lehet tovább haladni a workshopnak a feladatain. A következő részekbe fog, fogja majd a workshop, illetve hát a, aki a workshopot elvégzi, testre szabni ezt a konténert, hogy valamit, valamire tudja is használni. Hogyha mondjuk egy webapplikációt szeretne az ember ebben a konténerbe futtatni, és szeretné, hogy legyen egy apacs ebben a konténerbe, akkor konténeren belülre e, ilyen módon lehet telepíteni a HTTPD csomagot. E, e, gyakorlatilag ez, ez, ez a szintaktikája ennek a parancsnak. Valaki akkor akkor jobban mannyába, stb. utána lehet nézni, hogy pontosan hogyan kell ilyen szintaktikákat összeállítani. az embernek van egy csícsítje, akkor utána gyorsan tud haladni, hogy konténereknek a az építgetésével. De kiadta az ember az előbb az Y-t, így hamar szépen végig futott a, telepítés. És akkor szépen, szépen lefrissítette, megcsinálta min a, a, a feladatot. Ugyanígy enéből lé lehet tenni, Szépen a konténerben a httpd-t, nyilván, hogyha szeretnénk, hogy ez mindig fusson, létrejön a simlink, és itt jön egy, jön még egy érdekes feladat, nyilván, hogyha mondjuk webapplikációt használ az ember, akkor szeretné, hogy esetleg valami tartalom is legyen itt, Nyilván ezt sokféleképpen meg lehet oldani. Nem bonyolítja túl ez a workshop. Azt csinálja, hogy, a, hogy a rendszeren lévő index egy HTML-t, az bemásolja a, konténer, a konténerbe. Ezt így módon lehet megtenni, tehát a build a copy-val tudunk ebbe a konténerbe bemásolni, itt a megvan adva az index HTML, ugye itt nincsen megadva semmilyen pass, mert ebbe a könyvtárba vagyunk most is, és ez pedig a remote pass a konténeren belül, tehát szépen oda másolta. És akkor konfiguráljuk még a a hogy a 80-as sport az működjön és utána utána, hogy létrehoztuk létrehoztuk ezeknek a ennek a konténernek az adatait ezt utána ebből a temporári konténerből tudjuk komitálni egy egy új konténerbe ez lesz a L, HTTPD1, gondolom az el itt a Enterprise Linuxra gondol, és, és akkor utána már is létrejött ez a, ez a konténer. E, szépen gyorsan megcsinálta. És a következő feladat részekbe pedig ezt a konténert ezt futtatni, illetve elemezni is fogjuk. Miután ilyen szépen elkészült, az, hogy milyen uh, image vannak, ugye ezt a podman, ami egy a konténer futtatásra való podman image lehet lekérdezni. Most van egy uh, két konténerünk, ugye az egyik ez a temporary konténer volt, amit letöltöttünk, ugye az universal base image -et. ez a másik, ez pedig a, amit most uh, hoztunk létre saját magunk, ugye azokkal a konfigurációval, amit, amit a workshop feladatokban elvégeztünk, Uh, itt látszik, hogy a maga az Universal Base Image az hat napja frissült egyébként, és uh, mi pedig a saját konténerünk az ugye egy fél perce lett kész. És akkor most jön a, a puding próbája az evés. Lehet futtatni ugye a konténert, hát aki podment uh, használ, ugye a dockernek is uh, nagyon hasonló a szintaktikája, uh, mindez, itt az történik, csak így röviden elmondva, hogy az LHTTPD 1-es konténert kezdjük el futtatni a démonként, hogy a háttérben is fusson él, és akkor a portot, a 80-as portot a rendszerünkön azt átirányítjuk a HTTPD 1-nek a 80-as portjára, tehát a konténer 80-as portjára. Tehát, hogyha magára a rendszerünkre lesz egy lekérdezés a 80 a sporton, akkor ez a konténerre fog, fog, átmenni. Elvileg ilyenkor már fut is a konténer, ezt a workshop e, le is ellenőrzi. A Podman PS-sel lehet a futó konténereket ellenőrizni. Itt látható, hogy fut e, 15 másodperce, és e, adott neki is egy ilyen vicces nevet. E, de nyilván az ID-jával is lehet rá hivatkozni, hogyha, ha valaki ö, akar utána ezzel a konténerrel valamit csinálni. És akkor ö, le lehet ellenőrizni magát a konfigurációját természetesen a, a konténereknek. Ugye a podman inspekt parancsol, illetve bele lehet nézni magába a konténerbe. Ö, ez egy jó nagy kimenetet ad, ezért már itt a workshop is felkészülve rá. Ö, csak rágreppel bizonyos részekre, így, így módon lehet, lehet ellenőrizni magát a konténert, bele, lehet, bele, bele, tudja valaki ásni magát, hogy mi történik, hogy történik. Nyilván, hogyha valaki valami fontos dolgot csinál, akkor azért az ez, ezt a témát jobban el kell mélyednie, vagy bele kell rágni, de ez a workshop ez egy jó ízelítőt ad. És akkor ugye az előbb el, el lett indítva ez a konténer, bele lett másolva az index egy HTML, és uh, a 80-as porton elvileg ez a konténer hallgat. Hát ugye ilyenkor ezt érdemes is, uh, érdemes is kipróbálni, és akkor ott a körlá szépen a, lekérdezik a lokához 80-at, és elvileg, ugye itt az előbb kikatoltam ezt a fájt, elvileg ugyanennek a fájnak kellene megjelennie és ez is történik meg, tehát úgy tűnik, hogy tényleg kiszolgálja ez az gyors, pár perc alatt megépített konténer, amiben aztán egyedileg föl lett éve egy apacs egyedileg belett másolva, egy HTML fájl működik, és a 80-as sportról kiszolgál lekéréseket. Ez, ez a rész volt a bildakos konténerépítés, és akkor a következő feladat az majd arról fog szólni, hogy bildak, hogy, hogy ugyanúgy bildakkal, de Universal Base használata nélkül hogyan lehet konténert építeni, és erre szolgál a bildak scratch parancs. Törlöm a és akkor eltüntetem innen az oldalsávot, hogy jobban látható legyen. ilyenkor elkészítette, elkészítette egy ilyen kis állományt, és utána azért itt jóval többet kell, itt jóval többet kell varázsolni. Ilyenkor még csak egy változót hozzunk létre, ez nem magának a konténeri építéséhez szolgál, illetve hát a a parancsnak a kimenete lesz majd a vagy a Scratchmont változónak a, a, az értéke. Most ilyenkor le is lehet aztán ellenőrizni, hogy vajon tényleg megkapta ez a változó az értéket. Így van, megkapta. Ide, ide van felmontolva ez a, ez a scratch-es scratch konténer. Ja igen, hát itt kislistáz kis aztán maga a workshop is meg, meg lehet nézni. Ilyenkor természetesen még üres lesz ez a ez a pász. tehát ugye ez, a, ez az eles parancs ez gyakorlatilag ezt az LS-t adta ki, de ez a kövtár ilyenkor még üres. Tehát nulla nulla fáj tartalmaz, és akkor ahogy szépen építjük fel, scratchből magát a konténert, úgy úgy lesz tele a szükséges fájlokkal. Ugye ebbe a Scratchbe épített konténerbe is szeretné az ember föltelepíteni a, a magát, a, az apacsot. És akkor a szintaktika szempontjából ez így néz ki, hogy, hogy az install root, ugye a meg lehet adni egy install paraméterrel, hogy ne a saját rendszerünkbe telepítse föl azt, amit megadunk, hanem hanem egy másik helyre. Itt megadja az ember, hogy hova, ugye ez, ez a könyvtár lesz, még néhány fontos paraméter persze be kell állítani, és itt a yes az szintén mindenre igen fog mondani, ezt én most kitörlöm, és egyenként szeretnék majd yes nyomogatni. Ugye itt nem csak, hogy a HTTPD szerver telepíti az ember, az egy, az egy dolog, de ugye a csomagkezelő sajátosságából adódóan nem csak a HTTPD-t fogja természetesen felrakni, hanem mivel ez a nulláról épített konténer nem tartalmaz semmit, ezért a HTTPD teljes függőség listáját is fel fogja rakni. ezért ez egy kicsit le, lehet, hogy időigényesebb lesz vagy lehet, hogy pár percig el fog tartani. Látható, hogy 96 csomagot akar föltelepíteni, úgyhogy látható, hogy igen, csak nem csak a HTTPD-re futott rá, hanem annak az, az összes szükséges függőségére is, ami, ami szükséges lesz a konténer építéséhez, egészen a TZ data, UT, Linux, stb. De vissza lehet nézni, ha valaki akarja. Hát itt nem nagyon van más lehetőség, itt muszáj ezt nyomni, ha az ember tovább akar menni. 43 megát fog letölteni, és 122 megát telepíteni. szerencsére elég gyors ez a rendszer. Ilyenkor GPG csomagokat is néz, ugye, hogyha jesszel nyomja az ember, akkor, akkor azt hiszem, hogy nem vagyok benne biztos, lehet, hogy itt szintén megáll, de, de nem biztos. De lényeg az, hogy ilyenkor az ember azért tud egy pillantást vetni, hogy valóban jó helyről jönnek -e a csomagok, vagy nem. Ugye az integritás miatt nyilván ez fontos, és a biztonság miatt is, és akkor szépen, szépen föltelepíti, és ugye ezek nem a saját rendszerünkre e, kerülnek telepítésre, vagy hanem az saját rendszerünkön egy könyvtáron belül egy készítendő konténernek az install e, paraméterében megadott helyére. Ez szépen lefutott, elkészült. E, hogy az ember ilyenkor boldog, hogy nem jött semmilyen hiba üzenet. És akkor most szintén ebbe a konténerbe bekapcsolja az ember a ez is working container lett a neve. Ennek a temporary konténernek bekapcsolja a HTTPD-t. És utána pedig bemásolja a most nem a HTML egyet, hanem hogy meg lehessen különböztetni a két konténert, de a saját kis munkakönyvtárunkban van egy index2 HTML, ez ugye, hogy azt írja, hogy ezt a stretchből telepített konténer, hanem, és akkor most ezt a, a stretchmont könyvtárnak rom belül ugye a var e, www.html index.html könyvtárban, ugye most ez egy komplett rendszer épült föl ebben a ebben a bizonyos könyvtárban most ugye le is lehet egy, így mondan ellenőrizni, tehát ez egy, ez egy komplet rendszer épült föl ebbe, ebbe a stretchmont könyvtárba és ezen belül lett elhelyezve a, a html dokument rútba ez egy default dokument rútba ez az index2 html most le lehet szépen le kell ilyenkor szépen választani a build a un-tal. A working konténert utána szintén be kell állítani, hogy ez a mostani munkakonténer is ren is működjön. A 80 as sport, és akkor utána pedig a mostani munkakonténert lehet kommittálni akkor ennek legyen egy hát fantázia, nem, dúsnak éppen nem mondanám, az előbb HTTPD1 volt, most HTTPD2 néven kerül kommittálásra ez a konténer. Szépen elkészíti, legyártja, legenerálja, és akkor elvileg, utána már szintén nem lesz más hátra, mint hogy lehet ellenőrizni, futtatni, összehasonlítani, aztán, aztán körlel lekérdezni, hogy valóban e, azt kaptuk-e, amit főztünk. És hogyha itt a podman image ezzel az ember lekérdezi, hogy e, e, milyen e, konténerek vannak a magára rendszerünkre föltelepítve, akkor látható, hogy hát nem azt mondom, hogy szépen gyülekeznek, hanem amiket készítettünk, azok, azok, készültek el, tehát egy jó fél perce készült el a HTTPD 2-es konténer. És akkor utána természetesen ezt is, ezt is lehet futtatni. szintén az egyszerűség kedvéért mehet a 80-as sportra. De ugye itt már already news van, tehát mert fut, fut, az előző konténer. Ilyenkor, hát vagy megállítja az ember a, 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 az előző konténert, vagy pedig, vagy pedig másik portra kellett volna kellett volna konfigurálni. Lehet, hogy kiadtam egy lépést ebben a workshopban, ahol arról szólt, hogy, hogy meg kellene állítani. Egyébként a workshop úgy van fölépítve, hogy ha valaki akar, akkor, akkor vissza, tud, lépni. Én most nem fogok visszalépni, hanem simán egyszerűen csak, csak meg fogom állítani ezt a, ezt a konténert. Podman PS-sel PS-sel lekérdezem a konténert, és látszik, hogy fut. És akkor utána szépen ki lehet. szépen meg lehet állítani. Lehet, hogy most egyszerűbb, hogyha csak simán a szájdiára hivatkozok. Podman. És akkor most szépen szépen megállt, nincsen futó konténer, és akkor eh, szépen eh, el lehet indítani a HTTPD 2-t is a 80-as porton, akkor most már nem lesz, nem lesz probléma. És akkor szintén a Podman ps sel lehet ellenőrizni, hogy szépen fut. Úgyhogy igen, most a HTTPD 2-es fut a 80-as portra csatlakozva. Ja, erről szól a a feladat ugye itt is le lehet a podman vagy a Bildak inspekttel ellenőrizni a konfigurációt. Valaki akarja ugyanúgy bele tudja magát ásnia, milyen fárendszerek, hogyan vannak a rendszere fölépítve, vagy az új Universal Base Image-nél ugye itt többféle fárendszert lehetett látni. És hogyha most ellenőrzi le az ember, hogy mi van a 80-as sportra kötve, akkor egyszerűen a, e, le tudja kérdezni körlel, és most elvileg a, azt kell kiírni, ami a háttér emel, vagy kettes fájba volt, hogy a, hogy a scratchből épített rendszer van használatban. Igen. Úgyhogy, úgyhogy e, nagyjából ez sikerült, ez, ez volt a cél. Ez a feladat, vagy ez a workshop erről szólt, e, tényleg két e, rövid, uh, relatív egyszerű példa, példa lett bemutatva. Uh, nyilván, hogyha valaki ezt produktív környezetben akar ilyen, ilyen rendszereket használni, akkor, uh, akkor érdemes jobban elmélyedni ebben a témában, de bevezetésnek, ízelítőnek, csinálónak ez uh, tényleg ez egy nagyon jó workshop, és megmutatja, hogy igazából nem egy nagy ördöngössége, uh, applikációkat konténerekbe csomagolni, meg lehet csinálni Universal Base Image-ből viszonylag egyszerűen, de akár nulláról elindulva is lehet eredményt elérni. Úgyhogy ennyi lett volna ez a, ez a mostani kis workshop, hogy mindenkinek jó tanulást, jó gyakorlást kívánok. Sziasztok!